A mérkőzés előtt a két csapat azonos mutatóval állt a tabellán, és az első negyed ezt igazolva döntetlennel zárult. A második játékrészben is ragaszkodtak egymáshoz a felek, de egy sikeres triplának köszönhetően 3 pontos ceglédi vezetésnél vonulhattak pihenőre a játékosok. Fordulás után sem változott a játék képe, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett 1-2 ponttal. Az utolsó 2 percben aztán a hazaiak voltak pontosabbak és higgadtabbak, így Merin Mekmedovics együttese 11. bajnoki győzelmének örülhetett a végső dudaszót követően. Egészen vártuk, hogy a Völgyi Marcel egészséges legyen, mert a kivételesen jó center van ellenfélnek, de nem sikerül. Marci maradt, és akkor valami más taktikával kell foglalkozni, amit csináltam utolsó 2 edzésen. Valamennyi sikerül, valamennyi ne, de nagy szívű, nagy lelkű játszottunk. Tudom, hogy ezt a meccs tud sokat hozni. Sűrű a társaság mögöttünk is, előttünk is, és a minden győzelem nagyon nagy dolog. Eddig bajnokságban Cegléd mindig volt a legnehezebb csapat nekünk. Látható volt, miért? Nagyon jó dobok, nagyon jó 4-es posztú. Csaba Gyuri nagyon jó játszanak, és ezt a meccs valahogy szíve, lelke, diadala volt, amit mi akartunk ez a héten, amit csináltunk. Én nem tudom mit mondani, hogy csak mondom, hogy ez a 9. győzelem, és akkor csak menjünk hétről hétre, várunk a következő ellenfél, készülünk, ameddig nem lesz kész. Nagyon-nagyon nagy gratuláció a csapatnak, harcolták úgy, ahogy kell harcolni. A vendégek edzője szerint a nyíregyházi csapat mentálisan kerekedett a Cegléd fölé. Én úgy gondolom, hogy egyik oldalra sem volt elhajló a játékvezetés, szimplán gyenge volt. Mi erre rosszul reagáltunk, most már nem az első meccs, ezt nem tudjuk feldolgozni, és nem a saját dolgunkkal foglalkozunk, hanem elmegyünk ebbe az irányba, elkezdünk kifele a külső körülményekkel foglalkozni, amivel nem szabad, mert nem azt mondom, hogy elhajló volt, hogy gyenge játékvezetés volt. Ez benne van a sportágunkban, NBA-ben vagyunk, nem Euroligás játékvezetők fognak jönni, ez normális. Úgyhogy nagyon gratulálok nekik, mert megérdemelték, hogy nyertek, mert sokkal erősebbek voltak mentálisan, mint mi. A hazaiak rutinos játékosa, Szobi Dániel is a kulcsmomentumokban hozott jó döntéseknek tulajdonította a győzelmet. Ez egy tipikusan mondhatni egy vagy két labdás meccs volt, folyamatosan tartottuk azt a pár pontos előnyt a második fél időtől kezdve, de a Cegléd nem adta föl, amiért dicséret illeti őket, és hát az utolsó negyedben volt egy-két kulcsmomentum, amikor mi jöttünk ki abból jobban. Tehát gyakorlatilag szerintem higgadtabbak maradtunk, és jobban tudtunk koncentrálni a végén. A forduló további eredményei a következők: TF Budapest Deac 23 93-77, Fót Pécsi VSK 83-88, BKG Prima Akadémia Óbudai Kaszások 88-87, Újbuda Mavsz Salgótarján 81-84, Jászberény Vasas Akadémia 64-87 és Meavsz Budafok 96-91. A tabella élén a Pécs áll 22 győzelemmel és 2 vereséggel. A 11-13-as mutatóval 6. Nyíregyháza vasárnap a 10. Deac 23 otthonában lép pályára.